kivágott a sivatagnak, hogy megtalálja a szél forrását. Hogy ne érezze magát egyedül, egy kis énekbe kezdett. Honnan fúj a szél, arra találom, hazabaktam, hogy fut ez én sivatagi homokon. Honnan csak találgatom, hazabaktam, hogy fut ez én sivatagi homokon. És miközben egyre mélyebbre és mélyebbre jutok a sivatagnak, így énekel tovább. Magányos dalát pedig csupán a három kubu teve lépteinek hangja kísérte. Na 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 na. Fantasztikus. Gyere, szépen, ülj le hozzánk. Dani, gyere. Dani Bény a vendégünk, ugye neved alapján is lehet látni, hogy igen. Nem magyar, ős magyar neved van. Tehát nem annyira. Amerikában születtél, ott nőttél fel, aztán világot jártál. Igen. És mindig érdekelt a népek történetei, meséi? Hát inkább én gyerekként kezdtem dobot tanulni, és nagyon érdekelt az afrikai zene és a világ zene, és el is mentem Afrikába tanulni zenét, és ott találkoztam ezzel a mesélési stílussal. Ez milyen hangszer, Dani, amin játszol? Aha, ez egy afrikai xilofon, Gánából hoztam, és ez egy fajta balafon, úgy hívják, hogy Jill. Jill a neve. Jill a neve. Miért pont ő, vagy többféle hangszert is választasz, amikor egyébként mesét mondasz, ugye, közben? Aha, miközben zenélsz, tehát ezt így ötvözöd a kettőt. Tessék, lehet, hogy nem értettem. Tehát, hogy... Ötvözni szót nem mondjad. Jó, tehát ez az egy hangszer, amin játszol, vagy van esetleg más hangszer hát is, én, amit szoktál? Aha, én mindenféle ütős hangszeren játszom. Miközben mesélek, inkább ez, mert lehet sokat csinálni ezzel. De igen, mindenféle ütős. De tulajdonképpen mindenhol hangszer van, mert nézd meg, a bokáján is van ilyen kis csörömpölő, és az is közben nagyon jól egy aláfestést ad. De ilyet indiai klasszikus, indiai táncosokon lehet látni, és képzeld, volt egy olyan indiai klasszikus táncosnő, akinek a bokájára körülbelül 1000 darab kis csengő volt, és képes volt arra, hogy megállt, és csak rezegtette a lábát, és szép lassan elhallgattak a csengő, és végén 1000-valahány csengőből csak egy csengő csengett. Valami zseniális. Wow. Igen. De ez ritmust ad, de ez a hangszer nagyon érdekes, mert ráütsz a fadarabokra, és alsó mi adja igen, a hangot? Tök, igen, alatt a lópótökök vannak. Igen, ez a hangszer fából, lópótökből és antilopbőrből készült, és azért van olyan különleges. Egyébként ugye? Gratulálok, hogy ilyen csodálatosan beszélsz magyarul. Ez valami fantasztikus, mert csak pár éve élsz itt, ugye? 5 éve élek már. 5 éve. Igen. Van olyan ismerősöm, aki 15 éve, vagy 20 éve él. 35 éve, és még mindig nem beszél magyar. Úgyhogy ehhez is. És miért pont Magyarországot választottad? Mi nagyon örülünk neked, aha, hogy itt vagy, de miért pont erre esett? Hát azért elkezdtem utazni, mert hogy zenét tanuljak, de majd az utazásaim közben itt érkeztem, itt ragadtam, szerettem itt lenni. És jó, hát mi örülünk azért neked nagyon. A magyar emberek fogtak meg téged, a magyar mentalitását? Tehát ahogy bántak veled az emberek, azt tetszett meg neked? Igen, mikor ide érkeztem, nagyon gyorsan találkoztam sok emberrel, aki most a jó barátaim. Igen. És azért. Minek alapján választod a meséket? Tehát a magyar mesékkel, népmesékkel is dolgozol, vagy... Azokkal is. Általában vagy kitalálok egy dallamot, és írok egy mesét hozzá, vagy olvasok egy mesét, és írok egy dallamot hozzá, vagy néha egyszerre mindkettő történik. Te is dallamot is hozzá? Igen, ez egy eredeti, most amit játszottam, ez egy saját mese és egy saját dal, vagy igen. Igen, saját szerzeményed. Igen. És akkor fellépsz gyerekek előtt? Tehát a gyerekeknek szól ez az előadás tulajdonképpen? Tehát olyanok ezek a mesék, ami gyerekeknek igen, szólnak? Igen, ez a gyerek előadás, de remélem, hogy a szüleik is szeretik. Hát mi nagyon szerettük, úgyhogy biztos a kislányomat egyszer elvinném, mert biztos, hogy nagyon élvezné. És ugye én tudom, hogy hol fogunk legközelebb mi találkozni, mert most szombaton olimpiai parkban fogsz fellépni, ahol én is ott leszek, és ott neked fölépített előadásod van? Hány mesét? Egyszerre egy mesét egész előadás alatt, vagy egymás után kis mesék? Általában egy mese, az egy előadás, egy mese. Igen, és néha
van egy kiegészítő foglalkozás, vagy... De mese után a gyerekek oda jönnek, és igen. Hogy működik? Igen, igen, és kipróbálnak a hangszert, vagy tanítom a dalt, vagy egy táncot is tanítom nekik. Milyen és... táncot? Jaj, de jó. Milyen táncot? Azt te találod ki, vagy az a gánai táncot? Én, jó, most van egy tánc, amit értem ehhez a meséhez. Az milyen? Meg lehet mutatni belőle. Csináljuk ketten, gyere! Táncoljatok! Nagyon béna vagyok. Csak néhány lépés, Dani, csak néhány lépés. Jó, mutatom. Jós ég a vágytól, hogy vagy itt... Merre, erre vagy? Erre. Ha hátra kell mutatni, akkor forduljuk meg, de... Mert ez egy puputevéről, ez egy három puputeve. Igen. És azt szoktam kérdezni a gyerekeket, hogyan mozog egy puputeve? Igen. És akkor így mozog. És akkor úgy van, hogy honnan fúj a szél, arra találom, hazabaktatok puputevén, sivatagi homokon. Ez nagyon jó. Igen, ez a gyerekeknek a fantáziát indítja, mert előttük meg, van a meg ugye fontos, hogy a Dani fölismerte, hogy a gyerekek nem tudnak hosszan ülni, tehát őket meg kell mozgatni valamilyen módon, hogy tovább élvezzék az előadást. Igen. Ugye ez fantasztikus. Igen. És sok helyre hívnak, tehát sok helyen lehet találkozni veled? Most csak magam miatt is kérdezem, mert én igen, hát mostanában sok helyen leszek. Most Budapesten, szombaton leszek Budapesten az Olympia Parkban, aztán októberben leszek Békásmegyeren és több óvodában is, aztán remélem, hogy még több helyen is. Hát biztos, ezek után biztos. Dani, mi a végcél? Merre akarsz? Miért csinálod azt? Mit akarsz elérni ezzel? Utolsó kérdés. Most az az érdekes dolog, hogy október közepén meg fog jelenni egy könyv, az a címe, hogy Dani mesél, ez nem az apu hangja, és ami én tavasszal elkezdtem dolgozni a Betűtészta könyvkiadóval, aki a Kabóca Báb Színházon keresztül ismerték meg a meséimet, és akkor az most nagyon várjuk, hogy október közepén ez egy könyv lesz, ami CD meleg lesz hozzá. De milyen jó PR-os. Látod, nagyon, hogy nagyon, nagyon ügyes. Hát, az amerikai. Minden. Világos. Helyes, hát el kell adni nagyon a magát. Hát nagyon jó. De Dani, de itt maradsz nálunk, ugye? Tehát itt maradsz itt Magyarországon. Maradok, igen. Hát nagyon jó hír. Tehát úgy, mint én is itt ragadtam, aztán a 35-ös, úgy hosszú távra tervezel, vagy azt mondod? Most nem tudok elképzelni, hogy elmegyek. Nem tudom, mit csinálni. Jaj, de jó. De jó. Maradj itt. Nagyon jó. Maradj itt. Nagyon mindenkinek jó. Hát maradj. Így van. Így van. Nagyon jó nekünk, hogy itt vagy. Jó? Köszönjük szépen, és szépen. További köszönjük. Sikereket kívánunk igen. Neked. Még Balaton. És mennyire Balaton? A Balatonról. A Balatonról. Igen. Jó, köszönjük szépen. Én köszönöm.